Jó estét kívánunk a Szombathelyi Televízió nézőinek, itt vagyunk október küszöbén, október kapujában, úgyhogy a mai adásban szó lesz a mozgásról is, mert hogy hát szerintem ilyenkor már mindenkinek megjön a kedve egy kis futáshoz, nincs olyan nagy meleg, úgyhogy erre is számítsanak a mai műsorban. Illetve madárkiállítással is érkezünk, és kutyavilág rovatunkkal is. Mindenek előtt azonban, ha már az október hónapot említettem, akkor nem szabad kifelejtenünk a mai nappal kapcsolatban, hogy ma van a kávévilág napja, bár én nem vagyok egy nagy kávés. Szóval én szóval egyáltalán nem iszom kávét. Én helyetted is iszok, úgyhogy ünnepeljük meg a kávévilág napját így este. Egészségesen vagy nem, ez majd egy külön műsor része lesz, hogy mennyire egészséges a kávé, de többek között ezt is ünnepeljük a mai napon. Illetve a Mihályokat is ünnepeljük, és a Mihály névnaphoz kötődően rengeteg néphagyomány, illetve közmondás is összegyűjtöttünk önöknek például. Ha Mihálykor dörög az ég, szép lesz az ősz, de nagyon kemény lesz a tél. Illetve Szent Mihály lova deresbe hozza a telet, hát nem tudom, ma egész szép időnk van. Vagy volt. Én nem bocsátkozom idő jóslatokba, majd meglátjuk, hogy milyen lesz az ősz és a tél. Szerintem ezt ráhagyjuk a meteorológusokra. Viszont az ingatlan ügyeket nem hagyjuk senki másra, csak Kocsmit Ferencre. Jó estét kívánok, szia! Jó estét, sziasztok! És ha már eljöttél, akkor rögtön neked szegezem a kérdést, hogy a minap tettem egy pár kört a városban, és azt tapasztaltam, hogy szóval, hogy még mindig megy ez az építőipar, tehát, hogy nem lanyhul a lelkesedés, ezt én jól érzem, vagy nem biztos, hogy ez igaz? Abszolút jól érzed, ezt meg tudom erősíteni, hogy semmit nem lanyhul a lelkesedés, sőt, igazából, amit a városban járkálva, hogyha látsz, azt még ha lehetne tetőznek, akkor biztos tetőznék is, igazából itt a tempó elsősorban nem az építési kedven, vagy a vásárló előn múlik, hanem inkább az építőipari szakmunkások hiányán, illetve az építőanyagok beszerzése, ami nem olyan egyszerű egy ilyen ütemes fejlődés mellett. Ugye itt maguk a gyártók nem tudják már olyan ütemben kiszolgálni a beruházókat, amire szükség lenne. Tehát ez teljes mértékben most átfordult, mert régen inkább pont fordítva volt. Így van. Tehát tulajdonképpen ott is látjátok, bármerre mentek, hogy minden olyan területen, ami még kihasználható, kiaknázható, biztos, hogy valamilyen formában építkezés zajlik, vagy társasház, vagy családi házak, ikerházak, sorházak, mindenhol épülnek. A kereslet az töretlen továbbra is, tehát vevőkből nincs hiány. Igazából a tempót, mondom, ez befolyásolja elsősorban, hogy legyen kivel megcsináltatni, és legyen anyag, amiből. Nem, ne törjünk pálcát senki fölött, de azért mégiscsak megkérdezem, hogy jó ez? Mármint, hogy amit említettél itt egy fél mondattal, hogy nem így mondtad, hogy minden talp alatnyi területet, de hogy ahol már lehet, oda építenek. Hogy az... Hát igen, de most ez relatív, hogy ez jó-e vagy nem jó. Mert egy korábbi adásban arról beszéltünk, hogy azért ezt valamennyire a város is igyekszik szabályozni bizonyos mértékben. Tehát ugye vannak építési előírások, a parkolók kialakításának a helyzetén most már javítottak, ugye az idei évtől tulajdonképpen ez a szabályozás változott, ezek helyi rendelettel vannak szabályozva, tehát most már ugye a zöld területek kialakítása és előírás szerint kell, hogy megtörténjen, tehát azért a végletetig nem lehet mindent beépíteni, de hát nyilván, mivel kereslet van rá, igény van rá, amit a törvények megengednek, azt ugye kihasználják a beruházók is, mert a vásárlóknak szükségük van az ingatlanra. Én abszolút azt tapasztalom, és nyugodtan mondd meg, hogyha nem így van, hogy inkább lakások épülnek, vagy társasházak, és mennyire nagy a kereslet a családi házak, és ha már itt vagyunk az örökzöld kertészetben, a kertes házak iránt. Hát kereslet éppen arra is lenne, igazából itt is ugye a telkekkel vagyunk elsősorban gondban, de nincs hová, nincs megfelelő telek, illetve hát ami van, az a kevéske is, azoknak meg nagyon elszaradtak az árai. Tehát ugye vannak ezek a felkapott lakóparkok, ezt is ismeritek, és akkor ott felmerülhet az a kérdés, hogy jó-e ez, hogy ennyi ház épül, mert azért aki ott lakik már régóta egy ilyen területen, annak nem biztos, hogy jó, hogy körülötte hirtelen egy telekre felhúznak 2-3 házat, ugye amit megengednek a lehetőségek. Tehát kevés jó telek van, kevés olyan minőségi telek van, ahova még lehetne építeni. Inkább talán az agglomeráció az, ahol ez még szóba jöhet, ahol elérhető áron lehet telkeket venni, illetve megfelelő méretűeket, hogy még egy kis kert is maradjon. Hát igen, mondjuk én konkrétan Sében lakom,
De azért ott is más árfekvések vannak, tehát azt mondom, hogy ott is azért jobban emelkedtek az ingatlanoknak az értékei. Valamint hát egy kicsit, ha használt ingatlanok felé vesszük az irányt, egy kicsit, ha kitérünk nem csak az újakra, hanem a használtakra is, akkor végül is ott is megemelkedett árakkal találkozunk. Hát ebben teljesen igazad van. Tulajdonképpen Sé pont a városnak ahhoz a részéhez csatolnám hozzá, Sé Gencsapáti, ami már szinte egyenértékű Szombathellyel, mind árakba, telekárakba, ingatlanárakba, új és használtra, ez egyaránt igaz lehet. Hát ezt úgy is tudjuk, hogy földrajzilag is tulajdonképpen ez a két település olyan szinten egybe van már nőve a várossal, hogy adott esetben Séből lehet, hogy te előbb eléred a városközpontot, mint mondjuk valaki Gyöngyös-Hermánból, vagy Táplálszány kereszt irányából. Tehát igazából itt már nincsenek árkülönbségek. A használt ingatlanokat áruló vagy eladni szándékozó vevők mennyire tudják reálisan belőni a saját ingatlan áraikat? Mennyire kell mondjuk nektek egy kicsit lefaragni azon? Vagy egy kicsit visszavenni a lelkesedésből? Hát ez oda-vissza is igaz tulajdonképpen, tehát ugye aki csak hirdetésekből tájékozódik, az azért ott el fog veszni, mert nagyon sok túlárazott ingatlant látunk, így online portálokon vagy bárhol, de hát nyilván, hogyha minket megkeresnek, mi megpróbáljuk a reális piaci ár felé terelni ugye a tulajdonosokat, úgyhogy ez oda-vissza is működhet. Adott esetben mondhatom én azt a tulajdonosnak, ha ő alól becsüli a saját ingatlanát, hogy ez most a piacon akár egy jóval magasabb áron is elkelhet, illetve hát, hogyha fordítva van az eset, akkor ugye megpróbálom meggyőzni arról, hogy szép az elképzelés, de nem valószínű, hogy ennek van valóság alapja. Reálisan mennyi idő alatt lehet eladni egy lakást, hogyha jól van beárazva? Hát a lakás, egy használt lakásról beszélünk, gondolom. Egy használt lakásnál, ha egy reális piaci áron mozog, az viszonylag gyorsan megy. Tehát azzal lehet kalkulálni, hogy egy-két hónapon belül jó eséllyel el fog kelni. Ugye a háznál már ez egy kicsit sok esélyes, tehát ott is vannak nagyon keresett kategóriák, amiket el lehet adni szinte hetek alatt, illetve hát függ ez minden, sok mindentől, állapottól, elhelyezkedéstől és a többi. Korábban sokszor volt a panel, meg a tégla, távhős, egyedi, tehát hogy voltak ilyen kritériumok, amik vagy szimpatikusabbak, vagy kevésbé szimpatikusak voltak akkor a piacon. Ma van ilyen, ami mondjuk kedvezőbbé teszi? Vagy van esetleg negatív még mindig a egy-két ingatlan irányába? Hát igen, ez ugye ügyfélfüggő is, de valóban igazad van. Tehát nyilván elsősorban, ha lakásokról beszélünk, lakótelepi, klasszikus lakótelepi lakásokról, azon belül biztos, hogy a tégla négy emeletes első-második emeletig az mindig szimpatikusabb, mint mondjuk egy hetedik emeleti panellakás. Ez most is így van, változatlanul. Mennyit emelkedtek az árak? Én ilyen százalékra lennék kíváncsi, hogy mondjuk tegyük fel egy panellakás árával, hogyha beszélünk, mondjuk 5 éve mennyiért lehetett eladni, és most mennyiért lehet eladni? Hát, ha egy 5 éves viszonylatban nézzük... De körülbelül annyi ez az időtávban, mennyit emelkedett. Igen. Tehát ugye amikor kezdtünk kimászni a válságból, illetve hát az előtti időszakban, ugye akkor voltak nagyon mély ponton az ingatlanárak, ugye akkor nem volt vásárló elő, tehát akkor estek le irreális mértékben az árak, ami most egy kicsit a reális szint fölé emelkedett, ugye hát ezt már a kereslet befolyásolja, hogy olyan árszinten vagyunk, ahol most vagyunk. Hát ahhoz képest lehet mondani, hogy egy 30-40%-kal biztos, hogy magasabbak az ingatlanárak. Azért az rengeteg. És ez tényleg igaz, mert ezt így hallottam így félfüllel, hogy szombathelyi árviszonylatban most már lassan ott tartunk, mint Győr. Új építésű lakásokról. Azért Győr az nagyon magas áron. Megközelítjük, én inkább úgy mondanám. Hát, hogyha az országnak egy ilyen piaci térképét néznénk meg, az biztos, hogy a legerősebb húzó részen vagyunk. Tehát a Pest megye, Győr-Moson-Sopron és Vas megye az abszolút ott van a top 3 színpadán, így ingatlan árakba. Még azért hál' Istennek nem értük el azt a szintet, illetve ahogy nálunk emelkednek az árak, ott is hatványozottabban emelkednek az árak, de megközelítjük ezt a Sopron. Hát ahogy megyünk ebbe a kis ívbe, ugye Sopronba drágább, mint nálunk, Győrbe, ha lehet, még egy kicsit drágább, és akkor Budapest ugye a
csúcs. Így van. Van értelme még most ebben az időszakban befektetési célra ingatlant vásárolni? Mondjuk itt. Mondjuk maradjunk Szombathelyen. Hát, ugye, hogy néz ki, azt mondanám, hogy nincs. Egyébként én ezt teljes nyugodt lelkismerettel mondom, hogy van. Hiába vannak magasan az árak. A befektetési célra, ha valaki vásárló, jó eséllyel ugye ki fogja adni ezt az ingatlant. És mivel a bérleti díjak is sokkal magasabb szinten vannak, mint évekkel ezelőtt, ezért sokkal jobb áron ki tudja adni az ingatlanát, amivel megint csak nem lesz problémája, mert jelen pillanatban nem létezik Szombathelyen olyan ingatlan, amit ne lehetne kiadni, független a méretétől és az állapotától. Úgyhogy én továbbra is azt mondom, hogy ez jó befektetés kis befektetőknek, ugye elsősorban. Továbbra is érvényes az a tendencia, hogy akár ha csak egy része van meg egy ingatlan árának, akár egy negyede fele, bankhitellel megvenni egy lakást, egy használt lakást is megéri ilyen szempontból, mert a kiadás után a bérleti díjból kifizeti az ember a törlesztő részletet. És legalább nem a semmibe megy el az a pénz. Még egy utolsó kérdés, így a... utolsó előtti kérdés, így a nézőknek jó tanácsképpen, hogy körülbelül most Szombathelyen egy új építésű lakást mennyiért lehet venni négyzetméter ára? Tehát, hogy mennyi a négyzetméter ára úgy durván, a reális, tehát azt ha, tegyük hozzá. Ha egy társasházi lakásról beszélünk, itt is azért vannak végletek, ugye tólig végletek, de hát most egy átlagos árat próbálok belőni, az a 350 környéke, de már ugye közelítünk azért lassacskán majd a 400-hoz. Én 290-nél leakadtam. Úgyhogy ez tényleg nagyon... Azt meg kellett volna, hogy vegyed. Tudom, hogy a Smart ingatlannál nincs ott ez a jós varázsgömb, hogy minden meg tudod mondani, hogy mi hogy alakul majd a közeljövőbe, de azért mégis, szerinted meddig tartható ez? Hát mikor áll be? Mert azt mondtad az előbb, hogy azért a reálisnál egy picivel följebb vagyunk most. Mikor várható az? Várható egyáltalán, hogy mondjuk realizálódik ez az érték tényleges piaci értékre? Tehát amikor azt mondod, hogy igen, ez ennyit ér, ennyiért is adjuk el, tehát nem, nincs. Azt ugye nem tudjuk megjósolni, hogy ezek az árak most itt stabilizálódnak-e, vagy esetleg visszaállnak úgymond egy normális szintre. Azt kimerem jelenteni, hogy a használt ingatlanoknak az ára az talán megállt, tehát hogy nem növekszik tovább. Legalábbis most így ezt mondanám. Ugye az új építésűek ott egyéb befolyásoló tényezők miatt, építőanyagárak és a többi drágulása miatt az még folyamatosan emelkedik, illetve hát a töretlen kereslet is. A telekárak is ugye még, azok pedig a kínálat miatt emelkednek, mivel nincs telek, tehát minél kevesebb hasznosítható telek van, nyilván annál drágább lesz. Tehát a használt ingatlan talán stagnál, most azt lehet mondani. Hát, hogy ez vissza fog-e állni, és mikor? Ez egy jó kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés. Jó, hát... Igazából most még nem látszik a vége, mint ahogy az építési láznak sem látszik a vége. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönöm. Most pedig folytatjuk madárkiállítással. Az Arborétum látogató központjában vagyunk, és az Arborétum ugyan szép olyankor, minden évtagban szép, de ilyenkor látogatási csúcs van. Második, az őszi lombszínek miatt. Madarak is színesek, hát 400 madarat hoztak a tenyésztők, egyébként az Önne Nyugat-Dunántúli, van pécsi kiállítónk is, Alföldről is jött egy, illetve két tenyésztő. Többiek Sopron, Győr környéke, Pápa környéke, Zalaegerszeg, tehát erről a vidékről való. Tehát Nyugat-Dunántúli a nagy része kiállítóknak. Tehát a 400 madár az 41 tenyésztő állományát jelenti itt. Ebből 200-ra teheti a papagájok száma, egy olyan 150 a kanáriké, a fönnmaradó 50 darabat pedig pintyek és ilyen trópusi galambok. A papagájokról azt kell tudni, hogy a térítők között élnek. Nem sok helyen lépik át, de bemutatunk egy olyan fajt is, amelyik átlépi. Patagóniában él, ez a szikla papagáj, itt látható majd meg is fogom mutatni. Hát a Patagónia az egy olyan fában szegény vidék, mert hozzá kell tenni, hogy a papagájok nagy része oduban költ. Na most, hogyha odu éppen momentán nincsen, madár még úgy segít magán, ahogy tud.
Tehát lukat ás a puhább kőzetbe, és ott egy ilyen költő üreget alakít ki magának. Egyébként a papagájok nagyon találékony állatok, és sok helyen föltalálják magukat. Például ugyancsak Dél-Amerikában van fészeképítő papagáj is, ez a barát papagáj, ebből is majd fogunk látni jó néhányat. Ezek ilyen szarkafészekszerű tákolmányt csinálnak, ahol minden párnak megvan a költőkamrája, és abban visz be a bebúvó nyilvánt. Akkor Afrikában van egy papagáj nemzetség, Afrikában él egy papagáj nemzetség, törpe papagájnak hívjuk őket, agapornisok, a Szaharától délre élnek, Etiópiától egészen Délnyugat-Afrikáig, több fajukat bemutatunk. Na, ők is fészket építenek, és ezáltal olyan sziklaüregekbe, épülethasadékokba, eresz alá, tehát ilyen helyen is be tudnak fészkelődni, amely különben egy normál papagáj számára alkalmatlan. A tojó építi a fészket, különben a törpéknél, valamelyik a csőriben hordja a fészekanyagot, valamelyik meg a farkába tűzi, és úgy hordja. A legkönnyebben tartható a hullámos papagáj. Egyúttal ez a legolcsóbb is, és a legkönnyebben beszerezhető is. Nem olyan régóta ismerjük, 1850-ben hozták az első példányokat Ausztráliába. Egy darabig hordták ész nélkül, úgyhogy már a kormány a fajt veszélyeztetve látta, úgyhogy kiviteli tilalmat rendelt el. De ekkorra már beindult az európai tenyésztés, úgyhogy a keresletet el tudja látni azóta is. Egyébként nagyon sok papagájnál így van, hála Istennek, hogy nem a természet kirablásából jönnek ide a madarak, hanem tenyésztésből. Mindenkinek ajánljuk, akit érdekel az élővilág, meg a változatosság, meg természetesen a madarak. Hát meddig tart nyitva? A mai nyitvatartás az 18 óráig, a holnapi pedig 8 órától 18 óráig, vasárnap 8-tól 17 óráig. Az operatőrünk szerint nagyon szép ez a gumicsizma itt a háttérben, de hát az örökzöld kertészetben miben is lennénk, ami nem mi, mármint a háttér mi is lenne, mint egy gumicsizma. Az biztos, hogy a hétvégén, ha elmennek a Fit for Life-ra, akkor ez az eszköz nem lesz jó arra vonatkozóan, ha mozogni szeretnének, mert hogy lesz egy sportos rendezvény a hétvégén a Brenner iskolának a tornacsarnokában, és a vendégünk Lászlóni Ági Csedit és Tamás Horváth Beatrix. Jó estét kívánok, sziasztok! Sziasztok! Miért gondoltátok úgy, hogy kell egy ilyen rendezvény? Az biztos, hogy az utóbbi időszakban elszaporodtak az egészséges életmóddal, a sportolással kapcsolatos rendezvények. Miért éreztétek úgy, hogy erre most tényleg szükség van? Hát egyszerű a válasz, mert ilyen nem volt mostanában, és mi szeretnénk ebből hagyományt teremteni itt Szombathelyen és a környékén ebből a rendezvény típusból. Úgyhogy mi úgy gondoltuk, hogy első alkalommal megrendezzük ezt a rendezvényt itt Szombathelyen, és lehetőséget biztosítunk mindenkinek, aki szeretne részt venni egy ilyen rendezvényen, hogy ellátogasson most szombaton is erre. Mi az, amiben mondjuk különleges lesz, vagy más lesz, vagy mi az, amit ti speciálisan erre a rendezvényre szeretnétek, hogyha összeforjon vele a neve? Ugye lesznek sztárvendégek, akik ellátogatnak erre a programra, és a sztárvendégek mellett a helyi fitness stúdióknak, illetve helyi oktatóknak is lehetőséget biztosítunk arra, hogy a különböző mozgásformákat bemutassák. Tehát akkor tulajdonképpen azok, akik ma Szombathelyen ezekkel a szabadidős tevékenységekkel foglalkoznak, oktatók, aerobik oktatók, ők valamilyen formában lehetőséget kapnak bemutatkozásra? Hát aki úgy gondolta, hogy szeretne ezen a rendezvényen részt venni, ők igen kapva kaptak ezen az alkalmon, mert amúgy jó lehetőségnek bizonyul lesz számukra is, és igen, ők részt fognak venni különböző mozgásformákban. Azt is azért mindenképpen mondjuk, hogy kik lesznek a sztárvendégek, mert nem kis nevek fognak érkezni Szombathelyre. Igen, itt lesz Rubin Tréka, ő az Alakreform programját fogja bemutatni, pénteken ikőzóna edzést fog tartani, illetve Szent Györgyi Rómeó Intenset edzéssel fog
színpadra lépni, illetve rajtuk kívül még rengeteg mozgásformával megismerkedhetnek az ide látogatók. Mi? Hogyan fog kinézni ez a nap? Tehát mondjátok el, hogy hogyan épül fel, hogyha esetleg valaki egy bizonyos programra megy, vagy az egész napra kíváncsi, családostul menne, vagy csak egyedül, megtalálja a számításait. Igen, ez egésznapos program lesz, 10 órakor kezdődik a kapunyítás, 2 teremben fog zajlani a program. A nagy teremben lesznek a nagyobb volumenű, tehát a nagyobb lélekszámot felölelő órák, a másik teremben, a kis teremben, pedig a kis színpadnál pedig eszközigényes óráink lesznek majd, ahova el tudnak látogatni, és igen, lesznek gyermekprogramok is, tehát családokat is várunk szeretettel, az ő részükre is lesz például gyermekzumba, és különböző gyermekfoglalkozások helyi képviseletekkel karöltve rendezzük meg ezt a részét is a rendezvénynek. Tehát akkor tulajdonképpen olyan gyerekek is mehetnek, akik mondjuk esetleg nem szeretnének mozogni, vagy még olyan picik, hogy nem tudnak, őnekik is lehetőség lesz valami programon részt venni, amellett, hogy az anyuka vagy az apuka éppen mozog. Igen. Igen, a Zonta Klub jóvoltából lesz arcfestés, papírszínház, ilyen papírbábszínház-szerű, akkor mindenféle egyéb ilyen színezős és egyéb feladatok, amikkel le tudják foglalni az egész kicsiket. A nagyobbak meg már ugyanúgy anyukával, apukával mehetnek és sportolhatnak egyet. Ha azt mondjuk, hogy ez a rendezvény az egészséges életmód népszerűsítését is a zászlajára tűzi, akkor ez hogyan valósul meg majd? Lesz egy egészségexponk, amire különböző kiállítók jelentkeztek, és akik szerettek volna ebben részt venni, és itt meg lehet esetleg próbálni, vagy ki lehet próbálni esetleg a termékeket, vagy a szolgáltatásokat, ezzel is népszerűsítve ugye az egészséges életmódot. Tehát különböző cégeket várunk a rendezvényre, akik kitelepülnek. Aki még esetleg nem sportolt, vagy anyuka, és most szeretné újra kezdeni, mit tanácsolnátok neki, hogy gondolom, hogy nyugodtan ő is menjen el, hiszen nem csak profik lesznek, hanem mindenki kipróbálhatja magát. Mit vigyen magával? Hát, amit mindenképpen fontos hozni, az a váltócipő, anélkül nem tudnak a tornacsarnokba belépni, illetve hogyha van jógamatracuk, vagy tornamatracuk, akkor azt lehet polifómot, igen, hozni magukkal. Én azt gondolom, hogy aki nem sportol rendszeresen, az is megtalálja a számítását, hiszen ezek olyan órák, hogy bármikor abba lehet hagyni, le lehet ülni, kicsit pihenni, körbe lehet mászkálni, meg lehet nézegetni, hogy milyen kiállítók vannak ott, és akár be is lehet csatlakozni. Tehát ez nem olyan, hogy ciki mondjuk félúton abba hagyni, hanem nyugodtan le lehet ülni, inni, enni, bármi, tehát nem... Akár egy nem egész napot el tudnak tölteni majd ott a családok, mert lehetőséget biztosítunk arra, tehát hogy éttermek fognak kivonulni, akik ugye a szolgáltatásokat ugye fogják nyújtani a családoknak, vagy akár csak a barátoknak, barátnőknek, akik eljönnek. Tehát aki eddig húzta az időt is, hogy majd nekiállok edzeni, majd kipróbálom, akkor az igazából most tegye meg, hiszen sok mindent kipróbálhatnak. Elmondjátok, hogy mik is ezek? Igen. Ugye, ahogy már a Bea is mondta, a nagy színpadon lesznek azok a mozgásformák, amik nem igényelnek eszközöket. Például? Tehát ilyen a különböző a sztár fellépőknek az órái, ilyenek a Rubin Trékának, a Péntekenikőnek, illetve a Szent Györgyi Rómeónak az órája, de itt lesz a... Hú, segíts ki, mert... Lesz zumba óránk, aztán... Root fitness? Root fitnessünk az például konkrétan egész napos órát, tehát egész nap folyamán lehet használni, mert nyílt órát fognak tartani ők. És na, az egy érdekes, és egyre többen használják. Mert azért az olyan izmokat megmozgatám, amit más nem biztos. Gondolom, én sose próbáltam. Igen, most már lehet, hogy ezeket a sztereotípiákat le lehet ezáltal rombolni, hogy ott lesznek felállítva rudak, és azokat ki lehet próbálni bárkinek. Tehát az folyamatosan a nap során ott lesznek, és szakmai segítséggel lehet rajtuk. Azok az oktatók, akik helyiek, és már bejelentkeztek, hogy valamiféle mozgásformát szeretnének bemutatni, vagy valamilyen órát tartani, ők képviselik a saját stúdiójukat, tehát név szerint oda mehetnek, mint annak a stúdiónak az emberei, vagy csak önállóan, mint magánemberek? Nem, természetesen a saját stúdiójukat képviselik, és ugye ezzel népszerűsítve is, hogy esetleg a későbbiek folyamán részt lehet venni majd a
Tehát akkor ott is a további órákon, igen. Reklám, igen, 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 igen. Megfelel. Igen, viszont ugye arra is jó ez a rendezvény, hogy aki még nem döntött bizonyos sportág mellett, vagy bizonyos mozgástípus mellett, most azért egy csomó mindent kipróbálhat. Tehát most megnézheti, hogy neki a zumba tetszik jobban, vagy a pilates, vagy a jóga, vagy bármelyik másik edzésforma. Manapság szerintem virágzik a crossfit. Ez mennyire lesz jelen, vagy jelen lesz-e ezen a mozgáson? Hát ez inkább az aerobik és a fitness vonalára épül ez a rendezvény. A crossfit ugye az egy teljesen más különálló ág, egy szakad. Igen, igen, úgyhogy ezt majd egy másik lehetőségkor vagy alkalommal fogjuk esetleg bemutatni. Arról nem beszélve, hogy azért a crossfitnél, hogyha tényleg valaki még nem sportol, azért a sérülés veszély is sokkal nagyobb. Úgyhogy nekünk nem az volt a célunk, hogy most hirtelen olyan emberek jöjjenek el, akik nagyon megmutatják, hogy mennyire erősek, hanem olyanok is szóhoz jussanak, akik esetleg tényleg kezdők, vagy újrakezdők, vagy csak a mozgás öröme ha viszi őket. Hagyományt szeretnétek teremteni, azt mondtátok ezzel a rendezvényen. Gondolom éves megrendezéssel. Mi a cél? Mi az, amit elsősorban fontosnak tartotok így a jövőben ezzel a rendezvénnyel? Ha most elkezditek nyilván azokkal, akik még nem annyira szeretnének, vagy csak most kezdenek visszajönni sportolni, akkor a következő lépcsőfok az mi lehet? Vagy? Hát mindenképp a jövő tavasszal is látogassanak el hozzánk, és mindenképpen szeretnénk népszerűsíteni Dunántúlon minél jobban, mivel hogy a környező megyeszékhelyeken ennek nagyon nagy divatja van, tehát hogy nagyon sűrűn ellátogatnak például Szombathelyről is Zalaegerszegre, vagy Sopronba, vagy Győrbe, vagy bárhova, mert ugye ezek a sztár vendégek nagyon vonzzák magukkal a tömeget, és mindenképpen szeretnénk, hogy az egészséges életmódot belevinni ugye a családok életébe, mind ahogy mi is tesszük. Valamint ugye folyamatosan alakulnak ki új mozgásformák, mert folyamatosan jönnek be új trendek, és ugye, hogyha haladunk a mi is a korral, akkor az emberek, akik eljönnek erre a rendezvényre, mindig újabb és újabb mozgásformákkal ismerkedhetnek meg. És azt gondolom, érdemes is mindent kipróbálni. Mit tudtok tanácsolni annak az anyukának, aki mondjuk nemrég szült, és neki szeretne állni újra edzeni, hiszen szerintem ti aztán tudnátok neki tanácsot adni, hiszen mindketten anyukák vagytok. Igen, igen, igen. Nem is egy gyermekkel, sok gyermekkel. Igen, én azt gondolom, hogy mivel nem kimondottan csak egy óra van, hanem többet is kipróbálhat, egyrészt megláthatja, hogy melyik az a mozgásforma, ami neki tetszik. Valamint ugye itt lehetőség van arra is, hogy a fellépőkkel és az oktatókkal előtte is, illetve utána is beszéljenek. Tehát én azt gondolom, hogy ezek az oktatók, akik eljönnek erre a rendezvényre, nyitottak arra, hogy beszélgessenek, tanácsot adjanak. Tehát, hogyha valakinek kérdése van, vagy aggályai, vagy bármi ilyesmi, akkor nyugodtan oda mehet az oktatóhoz. Nagyon szépen köszönjük, és sok sikert kívánunk. Gyuri, megint egy utolsó kérdés, igen? Csak azt szeretném megkérdezni, hogy elkezditek szervezni ezt a rendezvényt, most mennyire érzitek, mennyire lesz jó, mennyire érzitek azt, hogy sikeres lehet? Tehát vannak már esetleg olyan jelzések, hogy biztos, hogy jövök, igen, ott leszek? Igen. Nagyon kellett már? Igen, szerencsére azért pozitív visszhangja van ennek a rendezvénynek, és bízunk benne, hogy egyre nagyobb erőre fog kapni, és a jövőben is támogatni fogják az emberek az ilyen kezdetű rendezvényeket, és a mi rendezvényünkre is sokan el fognak látogatni. Köszönjük szépen! És sok sikert kívánunk hozzá, és reméljük, minél több ember ki fogja próbálni, és mindenki is várunk szeretettel. Köszönjük szépen! Most viszont átevezünk másik vizekre, hiszen kutyavilág rovatunkkal érkezünk. Műtét utáni altatásból ébredezik ez az angol buldog. Ez a második ellése, és a kicsinyei ismét császármetszéssel jöttek a világra. Ellésnél előfordul nem ritkán, hogy nem tudnak megszülni. Ilyenkor azt látják a gazdák, hogy elkezd készülődni a kutya, furcsán viselkedik. Szerencsés, hogyha méri a hőmérsékletét előtte, egy nappal előtte egy fokot esik a kutya testhője, ebből láthatja, hogy mikor a várható az ellés. Ilyenkor, hogyha elfolyik a magzatvíz, akkor egy 3 órán belül történnie kell valaminek. Ha nem jön ki a kiskutya, akkor
akkor állatorvoshoz kell fordulni. Bizonyos fajtákban ez nagyon gyakori. Elsősorban kiemelném itt az ilyen rövid kerekfejű fajtákat, mint ez a kutyus, aki itt volt, ő egy angol buldog, az ilyen típusú nyomott orrú kicsi kutyáknál ez igen gyakori. A tapasztalt tenyésztők természetesen erre fel vannak készülve, Tiffany gazdáját sem érte váratlanul az ellés. Ha időben orvoshoz kerülnek ezek az állatok, a kicsinyeik megmenthetőek. Most 5-ből 4 kiskutya bizonyult életre valónak, de lehetséges, hogy a műtét nélkül esélyük sem lett volna az életre. A császármetszés ma már rutinnak számít. Komoly asszisztencia kell, képzett asszisztensek, akik a kiskutyákkal a műtét során tudnak bánni, újraélesztik őket, leszívják a magzatvizet az orrból, ébresztő injekciót kap a kiskutya, tehát a köldökzsinort ellátják szakszerűen, tehát képzett asszisztencia kell hozzá, de egy operáló orvosnak ez egy kb. 3-4 órás maximum 1 órás beavatkozás. Az ilyen fajták sajnos genetikailag nagyon terheltek, igen gyakoriak az örökölődő betegségek, nyitott szájpadlással, farkastorokkal vagy nyúlszájjal születnek, gyakori a beleszületett ödéma, a hátsó lábak súlyos deformitása. Ennél a 4 kiskutyánál szerencsére nem tapasztaltak ilyesmit. Édesanyjuk hamar magához tér, gazdái viszik is haza, hogy kicsinyeivel együtt a megszokott helyén lábadozzon. Az anyakutya kap antibiotikumot, fájdalomcsillapítót, méhösszehúzó injekciót, utólagos kezelés nincsen, ez egy has közepisebb van, emellett tudnak szépen szoptatni, és egy 2-3 óra múlva már ez menni is szokott. Mindössze 1 varrat szedésre kell visszahozni a műtéten átesett ebet, amely biztonsággal összesen 3 alkalommal hozhat világra így utódokat. Műsorvezetőnk frizurájáról a Revitál Szépségszalon gondoskodott. Az örökzöld kertészet tetőtéli kertje után kijöttünk a növényekhez, és itt van velünk Horvátné Kocsis Henrietta. Érdeklődnek már a gyümölcsfák iránt? Szóval elindult már ez az a fajta lelkesedés, hogy a gyümölcsfát szeretnék ültetni, és ha ültetek, akkor miért ültessek? Igen, tehát észrevettük azt, hogy nagyon megélénkült a kereslet a gyümölcsfák iránt, egyfolytában csorog a telefonunk, hogy megjöttek-e már a gyümölcsfák, és ugye sokakban ilyenkor tudatosul az, hogy konténeres gyümölcsfát lehet ilyenkor még csak, idézőjelben a csakot ültetni, később jön el ugye a szabad gyökeres fáknak a szezonja, de hát már ahhoz is csak körülbelül 2 hetet kell várnunk, és beköszönt az igazi gyümölcsfa ültetési szezon. Úgyhogy egyébként nem csak a gyümölcsfákat, hanem a bogyós gyümölcsűeket, meg a szőlőket is konténerben, amit most forgalmazunk, azokat már lehet ültetni. Ha olyan növényeket szeretnénk ültetni, amiket ugye említettél az elején, tehát ami balkon, meg dísznövények, de ezeket mondjuk ki a kertbe, tehát ilyen tujákat, meg ilyen dísznövényeket. Ezeket ugyanúgy lehet mostantól már ősszel, bármikor elültetni? Így van, tehát ugye a legtöbb dísznövény az kis cserében, vagy illetve nagyobb konténerben kerül forgalomba. Ezek szintén ugye egész évben ültethetők, amíg a talaj nem fagy át. Viszont vannak most földlabdás növények, aminek szintén most köszöntött be a szezonja. Tehát aki sövényt akar telepíteni, ilyen például a lejlandi sövény, ami nagyon-nagyon népszerű, azt kell róla tudni, hogy egy áthatolhatatlan zöld falat képez, nagyon szépen, szabályosan meg lehet nyírni. Például egy rendkívül gyorsan növekvő növényről van szó. Ennek most van a szezonja, akkor a smaragdtúja az változatlanul évek óta rendkívül közkedvelt. Aztán ilyen még a babérmegy, azt azért szeretik sokan, mert a leveleivel télen-nyáron díszít, nem hullajtja le, szépen megtartja a zöld lombszínét még télen is. Tavasszal fehér virága van, később pedig fekete, megyszerű terméseket hoz. Tehát egy nagyon dekoratív sövénynövényünk lehet. Aztán ilyen a koralberkenye is, ami egy zöld
növény vörös hajtásokat hoz. Tehát az új hajtásai lesznek mindig vörösek, de vannak pink változatai is, aminek az új hajtásai pink színűek. Ez szintén kedvelt sövénynövény, de akár szoliternek is, tehát egymagában a kertben is nagyon dekoratív tud lenni. Aztán nem feledkezzünk meg a tiszafáról, azt szerintem reneszánszát éli, tehát hihetetlen mennyire felkapott növény lett. Szerintem annak is köszönheti, hogy vannak olyan változatai, amik piros bogyókat érlelnek, és nagyon dekoratív. És most többfele találkozhatunk a városban is, jártunk van kertekben gyönyörű szép idős tiszafákkal. Vannak olyan tiszafák, amelyek akár 1000 évet is megélnek, tehát tényleg egy időtálló növényről van szó, és ezekkel a piros bogyókkal nagyon kellemes látványt nyújtanak a kertben. Mennyire számít mondjuk egy vásárlónál ez a gyors növekedés? Most te is kiemelted, itt mondtad az első között ezt a sövényt, ami gyorsan is nő, meg szép is, hogy a gyorsan nő. Tehát, hogy mennyire lényeges az, hogy valami gyorsan elérje azt az állapotát, amiben mondjuk szépen pompázik. Igen, jól érezted, mert valóban ez egy fontos szempont szokott lenni a vásárlóknak, hogy gyorsan nőjön és nagyot nőjön és hamar takarjon, ugye a kíváncsiskodó szemek elől szépen zárja el ugye a kerítés mellett, igen, a tekinteteket ugye ne engedje át. A lejlandi az egyik leggyorsabban növő sövénynövény, és ez azért is fontos itt most, hogy erről a gyorsaságról beszélünk, mert többen olvassák az interneten a csodasövényeket, és mondják azt, hogy valóban gyorsan nő, de egy idő után elfásodott nekik, és ugye télen lombhullató, és már annyira intenzíven nő a gyökere, hogy markológépekkel lettek az udvarra, hogy azt eltávolítsák, tehát valami ahelyett valami más megoldás. Tehát vigyázzunk arra, hogy milyen területünk van, mekkora helyünk van, mert ami gyorsan nő, az általában magasra is nő. Tehát, hogy azért kell ezeknek a növényeknek hely, illetve szakszerű meccés. Ugye míg a csodasövén mondjuk 3-szor is meg kell metszeni mondjuk egy hónapban, addig mondjuk a lejlandit egy évben elég 3-szor, és mégis gyönyörű szép sövényünk lesz. És egy ilyen sövénynek milyen sűrűn kell ültetni? Tehát, hogy mondjuk ha métert veszünk, mondjuk egy métert veszünk, akkor egy méterre körülbelül hány tőt, tövet kell ültetni? Azt szoktuk javasolni, ez igaz a tujafélékre, a ciprus hamis ciprusokra, tehát a lejlandira is, a tujafélékre is, illetve a borókákra is, hogy a javasolt ültetési távolság az minimum 70, ideális esetben 80 cm-enként lehet. Aki pedig ráérősebb, később záródó sövényt szeretne mondjuk méterenként. De a 80 centi a legelfogadottabb és leggyakoribb ültetési távolság. Én azt hittem, hogy sokkal sűrűbben kell ültetni ezeket a sövényféléket. Ennek is megvan az oka, mert Ausztriában rendkívül sűrűn ültetik. Utána néhány év múlva megjönnek, hogy barna lett belül, és hogy összepréselődtek a növények, és most mit csináljunk. Igen, hát annak idején nem kellett volna 40-50 centinként elültetni a smaragdujját, és akkor nem lenne ilyen baj. Ja, igen. Tehát növények... akkor ezért van az, amikor belülről kicsit megbarnulnak ezek a tuják. Én azt hittem, hogy beteg. Onnan nálos. Tudod megkülönböztetni, hogyha kívülről kezd el barnulni a sövény belülre, tehát kívül barna foltok jelennek meg, illetve egybefüggő barna felület, az gombásodásra szokott utalni elsősorban. Hogyha csak elszórtan vannak barna foltok, azt néha a jégverés okozza, illetve ha belülről jön kifele a barnaság, az pedig a fényhiánynak a következménye. Na, hát ez egy nagyon jó tanács. Ilyenkor van valami, most, hogyha már így rátértünk kicsit a betegségekre, amire oda kell figyelni, amikor ilyen, tehát ami jellemző ilyenkor, milyen megbetegedések jellemzőek? Igen, amikor meleg nyarunk van, utána eső jön, és utána ez mondjuk ősszel is folytatódik, tehát ma is gyönyörű szép, szinte nyárias napunk volt, és mondjuk utána egy esősebb, párásabb időszak van, ez nagyon kedvez a gombás fertőzések elterjedésének. Tehát, hogyha a növényeken foltokat látunk, barnás elszíneződéseket, akkor elképzelhető, hogy ilyennel van problémánk, és akkor be kell fáradnunk bizony egy mezőgazdasági boltba, és gomba ellen kell valamit kérnünk, ilyen résztartalmú szereket például. Hanni, nagyon szépen köszönjük ezt a rengeteg információt, meg hát itt körbenézünk, és majd biztos a kollégák meg fogják mutatni önöknek, hogy mennyi növény van, és milyen fajta növényeket láthatunk. Tényleg rengeteg, úgyhogy el tudnak jönni, tudnak választani, és szerintem mindenki talál kedvére valót. Ez a tapasztalatotok biztos, hogy üres kézzel kevesen távoznak. Úgyhogy mindenkit arra biztatunk, hogy válassza magának növényt az őszre.
Hát ez a hétvége adás is igen, hamar eltert, amit még el kell mondanunk önöknek, hogy holnapi nap folyamán, azaz szombaton lesz Benedek Elek születésnapja, ami azt jelenti, hogy a magyar népmeséknek a napja lesz. Így van. És ilyenkor azt tudom javasolni mindenkinek, hogy aki teheti a gyerekének, unokájának, unokahúgának, vagy bármilyen gyereknek, aki körülötte van. Vagy csak saját magának, mert szerintem ezt jó olvasni az felnőttként is. Ugye? Igen, vagy nézzenek meg egy Mátyás király mesét. Én annyira szeretem azokat a népmeséket, amik az tévében vannak. Én is szoktam nézni. Ugye? Igen. Hát az is mai jó. Napig. Úgyhogy nézzenek mesét, vagy olvassanak magyar népmesét. Én úgy gondolom, hogy az teljesen időtálló is, és ez egy örök klasszikus. És kortól független. Igen. Mint ahogy a sétálás és a jó idő is, úgyhogy a szabad levegőre is menjenek. Csupa jó programot ajánlottunk önöknek, meg hát természetesen a Szombathelyi Televíziót. Jövő héten várjuk önöket ugyanekkor, ugyanebben az időben, ugyanitt. Boldog hétvégét! Boldog hétvégét! A műsorvezetőt a Jeans Store öltöztette. A műsorvezetőt öltöztette az Amnézia márkabolt. Műsorvezetőnk frizurájáról a Revitál szépségszalon gondoskodott.